Sziasztok! Az Egy Húron zenei magazin legújabb adását látjátok. Következő összeállításunkkal kicsit visszahozzuk a nyarat, a jó időt és a fesztivál hangulatot. A Fever Dancing Show tagjai sokaknak már ismerősek lehetnek, hiszen több híres táncos is erősíti a formációt. Az idei Halfűző Fesztiválon többek között ők is szórakoztatták a közönséget szombaton a nagy színpadon. A csapat ez alkalommal egy vendégművésszel érkezett, hogy még különlegesebb műsort láthasson a bajai közönség. She lied, but I believe her. Love sick, I got that fever. Love stupid, I know it. Love stupid, I know it. I know 'cause I'm a fool in love. My baby shot me down again. Shot me down with her love and it go bang bang. That girl's a killer from a gang. Shot me down with her love and it go bang bang. And oh, I love her so, that's why I gotta let her know that I'll be here for her to always love her down. A Fever Dancing Show egy színvonalas és sokszínű táncos show műsor énekessel kiegészülve, mely egyedülálló módon ötvezi az operától, a jazzen és a latinon keresztül egészen a legmodernebb zenei és táncstílusokat látványos kosztümökben. A csapat tagjai Molnár Andrea, Cseszakál Tibor, Markovics Emese, Angyal András, Cina Boglárka, Lehocki György. A szombatesti lázra, ha még emlékeznek az emberek, ugye 2014-ben volt az utolsó széria, és utána úgy döntöttünk egy páran, hogy szeretnénk folytatni a közös munkát, mert nagy élmény volt, és úgy nézett ki, hogy igény is van rá a környező településeken, városokban, ugyan hasonló ünnepségeken, mint például a halfőző, illetve nemzetközi szinten is sikerült már a színpadot hódítanunk, mert hogy Szlovénia Olaszországban voltunk fellépni. Bajárom, ebben a formációban most először érkeztetek? Baján még nem jártunk, mióta így hatos formációt alakítunk, sőt, van egy vendégművészünk, egy énekesnő, aki élőben énekli a dalainkat, úgy gondoltuk, hogy ez így még egyedülállóbb. Close my eyes, while dream about a summer holiday. Sitting in the lobby at the fabulous pier, and diamonds on my finger is not single care. Staring on me avenue and nobody knows, the fields are greeted with it like a last summer rose. So people call it paradise that I can't paint. Baby, take me anywhere but not here again. Why am I sitting in the middle of nowhere? Standing here with nothing to do. Wondering if I really love you. Oh, guess what I do. Why am I still a little middle of nowhere? Standing here with nothing to do. A Halfőző Fesztiválra egy közel egy órás műsorral készült a csapat, amely igen komoly fizikai felkészülést igényel, még az egyébként is jó formában lévő táncosoktól. Szerettünk volna mindenféle stílust bemutatni, amivel mi foglalkozunk, úgyhogy pörgős showval készültünk, de a közönséget sem szeretnénk elhanyagolni, úgyhogy az ő lábaikra is majd szükség lesz az este folyamán. Milyen stílusokat fogtok felvonultatni ma este? Lesz természetesen latinamerikai táncok közül szamba, szalsza, illetve ugye az már latin modern divattáncnak számít, illetve Charleston 50-es évek, 60-as évek rock and rolljait szeretnénk majd bemutatni, remélem, hogy sikere. Hetek óta azért már a
fellépések is kondicionálnak minket, tehát hétről hétre mindig erősebbek vagyunk. Persze sokok dolgoztak, illetve vizsgai időszakkal voltak elfoglalva, de emellett azért egyénileg futás, úszás, és ami ugye az állóképességet tudja növelni, azt mindannyian igénybe vettük, de a közös gyakorlások, ilyen 3 órák azért az megadja azt az alaperő állóképességet, hogy itt a színpadon végig tudjuk tolni. YouTube-on található egy bemutatkozó kisfilmetek is, amiből kiderül, hogy mennyire sok oldalú csapatról van szó. Hogyan állítjátok össze a koreográfiákat a csapatból? Kerül ki, tehát mindenkinek van beleszólása, vagy egyben akire hagyatkoztok? Nagyon szeretünk együtt ötletelni, brainstormingolni. Ez néha megvalósításra is került. Tehát egy hatalmas ötletbörze a csapat, mindenki nagyon kreatív és egyéni felfogással bír a tánc irányába, és éppen ezért tud színes lenni a produkció is. És azt hiszem, hogy mindenki teret kap arra, hogy kiélhesse az alkotóvágyát. Jelenleg mind dolgoztok, milyen munkáitok vannak? Készülünk ősszel szintén külföldre egy hosszabb turnéra, illetve most ugye a nyáron csak az van, hogy városról városra járunk, és próbálunk eleget tenni a szervezők kérésének, hogy most táncoltassuk a közönséget, vagy csak egy fergeteges 10 perces showban taroljunk, vagy esetleg még mindenféle tűzi játékot, eszközöket használva meglepetésszerűen toppanjunk be. Molnár Andrea már nem először járt a városban, hiszen volt olyan alkalom a Baja Ritmusa című táncos műsorban, amikor meghívott vendégként a zsűriben foglalt helyet. Olyan érdekes, hogy szerintem ritka az ilyen vidéki város, mint Baja, hogy ennyi tánccal kapcsolatos rendezvény, műsor, illetve megmozdulás van. Nagyon szívesen jövök ide mindig, mert tudom, hogy itt táncos lábú emberekre lehet találni, és nagyon remélem, hogy most is a közönségben majd táncra tudunk bírni embereket. Ez így is lett. A produkció hatalmas sikert aratott. A Fever Dance Group felpörkette a hangulatot ezen az estén. Megyünk a másik irányba! Csak egy kis tekerés! Tarts! Nagyon jó! És jön a fotó! Gyere, mutasd meg! És! Mert nem akarod többé látni! Szép szét! És még egyszer, gyere! Jönnek a hullámok a sugorról! És most mutasd meg a párodnak, hogy ő ne törje szét a szíved, mert különben szét fogod tépni a képét. Sorrompere tus fotos,
Baján koncertezett a Lóci Játszik csapata. A népszerű zenekar a Halászléfőző Fesztivál idején látogatott a városba. A mindig jókedvű és mosolygó előadók fergeteges előadással örvendeztették meg a közönséget. A kezdeti izgalmat hamarosan felváltotta a felhőtlen jókedv, a koncert végére pedig a közönség minden tagja énekelve táncolt a hangulatos dallamokra. A párja, hogy annak jobb, aki elmarad, és ő kis nincs, aki miatt megbánja. Annak jobb, aki újra, meg újra, meg újra megírja magát van. Annak jobb, aki kitart a körvonal a mentén, ha már azt mondja, hogy jól kitalál. Annak jobb, annak jobb, annak jobb. Fülbemászó dallamok, energikus előadásmód, önfeledt zenészek és az elmaradhatatlan csokornyakkendő. Ez a Lóci Játszik. A zenekar első bajai fellépésén jó hangulatú koncerttel örvendeztette meg a közönséget, és mint kiderült, az előadók is remekül érezték magukat a városban. Nagyon király érzés volt, én teljesen meglepődtünk, mert tényleg az van, hogy valaki eljut Bajára, akkor meg kell, hogy legyen valaki, nem? Tehát ez, mert nincsen bajai ismerősünk, és viszont itt voltak, és már az első sorban megint, ami Budapesten szokás szokott lenni, hogy az első sorban jó csajok vannak, és tudják a Lóci Játszik szövegeket. Ennek egy nagyon örültem, ezek szerint ide is eljutott a hírünk, és ennek iszonyatosan örültünk. Nagyszerű koncert volt, nagyon jól éreztük magunkat. A zenekar egyébként még egészen fiatalnak számít kortársai körében. A Lóci Játszik pályája 7 évvel ezelőtt, azaz 2010-ben indult. Az együttes és annak frontembere Csorba Lóránt a 2014-ben bemutatott Van valami furcsa és megmagyarázhatatlan film főcímzenéjével alapozta meg a közönség szeretetét. A formáció fokozatosan kinőtte magát a kezdetleges egy szál gitár műfajból, ma pedig a legkedveltebb hazai bandák között tartják számon. Két lemezük jelent meg eddig, a közel másfél órás bajai koncert során a Hadd legyek arról híres és a legújabb Krokodil című albumok slágerei is felcsendültek. Január 1-én jelent meg ez a Krokodil című lemez, és remélem majd az évvégi listákban is hasonló kellő helyet fog elfoglalni. Ez egy, hát hogy ilyen bölcsész szóval éljek, ez egy szinkroidejű lemez, hiszen az első lemez az egy nagy zenekarosítása volt azoknak a számoknak, amiket egy szálgitárral játszottam régen, míg ez a második lemez, ez tényleg úton, útfélen íródott, ahogy itt mentünk a turnébuszba, megéltük a közös élményeket, voltunk Margaret Island, de a Bagosiékkal közös turnén, a sok-sok fesztivál, sok-sok koncert, és azért ez, ebben már például a srácok is szerzőtársak, tehát hogy ez már nem az enyém az egész, hanem ebben legalább annyit hozzátettek zeneileg ők, mint én. És amiben még szerintem másabb ez a lemez, hogy jobban képviseli azt, ahol a Lóci Játszik most tart. Ez a dal arról szól, hogy találkozol az előző csajoddal, az ex-csajoddal, és az új csávúja az nagyon gáz. És ezt megmondod neki, okay? Így hogy. Ugye jól látom, hogy nincs baj, ugye mondanád, hogyha lenne, ugye magadhoz húznál és belesúgnál a fülembe, és elárulnád, hogyha menni akarnál innen, hogy inni inkább még egyet a pult melegében. Mondj, jól látom, hogy itt a zenekar gyakran koncertezik szabadtéri rendezvényeken és zárt terekben egyaránt. Az előadók szerint mindkét típusú térnek megvan a maga varázsa, ők maguk azonban jobban kedvelik a szabadtéri koncerteket. Egy klubban ugye sokkal közelebb vannak kapásból az emberek a zenészekhez hozzánk. Egy ilyen nagyobb fesztiválon ugye van egy alaptávolság, és ezért nehéz ugyanazt a milliót megteremteni, de hál' Istennek van egy lócink, aki ebbe elég nagy mester, és nekünk is, meg a közönségnek is meg tudja hozni azt a hangulatot az első percre kezdve. Egyébként technikailag, meg érzetre egy zenekarnak ugye mindig jobb egy nagy színpadon játszani, sokkal nagyobb élmény, jobban hallja magát, nem az van, hogy a gitáros túl hangos és a dobos túlságosan veri a cíneket.
megvan az előnye is a nagy színpadnak ilyen szempontból, de a hátránya pedig a távolság és az egy lépés különbség, ami a klubhoz képest megvan. A zenészek elmondták, az elsővel ellentétben új lemezükön az együttes minden tagja kivette részét a dalok és a hozzájuk tartozó dalszövegek létrehozásából. A szövegírás ennek ellenére nagyobb részben továbbra is a frontember feladata maradt. Csorba Lóci szerencsésnek vallja magát, hiszen ahogy ő fogalmazott, minden megihleti, alkotásra készteti. Egy-egy elcsípett mondat a buszon, egy-egy jó bemondás, egy szép szempár, aki megihlet. Tehát rengeteg dolog lehet. Igazából azon múlik, hogy mindig élesnek kell lenni, és mindig figyelni kell arra, hogyha történik valami élmény, akkor azt ne úgy éld meg, hogy király volt, leírtam, és akkor holnap már nem is emlékszem rá, hanem hogy önreflektíven így bele tudj menni ezekbe a pillanatokba, és akkor jobban és teljesebben jelen lenni. És a jegyzetfüzet, igen. Szerintem van telefon, és azóta olyanokat szoktam találni egyébként. Képzeljétek, bocsánat, ez elmesem ezt a történetet, legutóbb elmentem futni, és elromlott a Spotify-om. Az összes zene, amit letöltöttem, az elment, és nem tudtam, mire fussak, és volt tudod, ilyen régi daljegyzetek. Mondom, jó, hát akkor most erre fogok, saját magamra fogok futni végül is. Egyébként próbáljátok egy krokodilra futni, nagyon jó. És mentem, és tudod, ezek a régi dalok, ez is milyen jó ötlet. Wow, ez is tökre elfelejtettem már tényleg, és most egy csomó olyan dal előjött, amit még egy vagy két évvel ezelőtt így feldemóztam, és kiderült, hogy igazából ez egy tök jó dal, és lehet, hogy ezt meg kell csinálni. Szóval ez egyébként a Lovasi mondta, ugye, hogy most már, régebben úgy, simán hagyta a dalokat elúszni, most már teljesen mindent fölénekel, mindent fölír, akkordok pontosan, hogy nehogy elveszen egy dal is, mert fogy. A Lóci játszik időről időre népszerűbbé válik a rajongók körében. Ezt a koncerteken uralkodó hangulat is tükrözi. További bizonyítékként pedig a Nagy Színpad című tehetségkutató versenyt is megemlíthetjük, amelyet az idei évben a mindig jókedvű zenekar nyert meg a közönség és a rajongók támogatásának köszönhetően. Az előadók elárulták, a verseny végeredménye nem várt meglepetésként érte őket. De elsősorban nagy és rengeteg hálával tartozunk a közönségünknek, hiszen a közönség szavazta be lényegében a zenekart erre a díjra. Nagyon megható volt igazából ott, hogyha még visszanézitek a felvételt, tehát ott áll a Mörk, meg állnak a Jónás Ferejek, mi így egymásba kapaszkodva állunk teljesen. Látszik, hogy a Söri, a szakszofonosunk így mormolja maga elé, Lóci játszik. Ez van, és akkor bemondják, hogy Lóci játszik, így mindenki iszonyatosan örül, kivéve engemet, aki annyira sokkolt a hír, hogy nem hittem, hogy tényleg ez történik, és olyan, mintha minden pénzem a Jónás Ferán lett volna, és most a vagyonomból tudod így kifasztottak, és így nézek körbe, hogy mit kéne csinálni, és akkor rájöttem, hogy egy dolgot kell csinálni, megköszönni a közönségnek, hiszen tényleg nekik köszönhető, hogy eljutottunk ide, és kimentünk, és elkezdtünk megtapsolni a közönséget, és onnantól igazából minden rendben volt. És tudod, az a pillanat, amikor úgy érzed, hogy van egy játék, aminek amit jól játszottál, és ennek örülnek az emberek, és te is örülsz, akkor igazából, ahogy az angol mondja, ez egy win-win situation, hiszen a közönségnek is jó, nekünk is jó, és tényleg az, hogy eljuthattunk a Sziget nagy színpadra, az egy óriási érzés, és ezért nem tudunk elégszer hálásak lenni. Pontosan ezért minden fellépés komolyan veszünk, minden fellépés ott teszünk magunkat. A zenekar mögött hosszú és tartalmas év áll. A koncertek és a különböző fellépések sorban követték egymást a nyár folyamán. Az állandó mozgás természetesen nem volt ellenükre, a zenészek azonban megvallották, rájuk férne némi pihenés és kikapcsolódás. Nagyon sok koncert van, tényleg fáradtak vagyunk, utazunk nagyon sokat, de hát erre vártunk, ezt akartuk csinálni. Őszre egy pici lájtosabb dolog, és ott elkezdjük a nyáron felgyülemlett inspirációkat dalokba foglalni, zenébe foglalni. Ősszel szoktunk és ilyen tél elején stúdiózni, január-február pedig egy ilyen pihenős időszak. Ez az elkövetkező, nagyjából fél évünk. Az idő előre haladtával egyre fokozódott a hangulat a koncerten. A közönség legbátrabb tagjai rövid időre még a formációhoz is csatlakozhattak. A fiúk emellett arról is gondoskodtak, hogy alaposan megmozgassák rajongóikat. A jelenlévők kezdetben csak tapsoltak, idővel azonban már az egyszerűbb koreográfiákba is bekapcsolódtak. Azt állítják a zenekarról, aki egyszer elmegy egy Lóci játszik koncertre, az szinte egyből rajongóvá válik. Azt ugyan nem tudhatjuk, mindenhol működik-e a varázslat. Egy biztos, a bajaiak sokáig emlékezni fognak még a jó hangulatú koncertre. Nem táncolsz jobban, nem táncolsz jobban, nem táncolsz jobban, nem táncolsz jobban, nem táncolsz jobban.
Városunkban járt a magyar világzenét képviselő Besodrom zenekar. Az együttes egyaránt ötvözi a balkáni, a közel-keleti és a magyar zenét, a sajátos feldolgozásokban pedig gyakran szólaltatnak meg különböző stílusú hangszereket. A bajai koncerten a közismert régebbi slágerek mellett a legújabb lemezen található dalok is elhangzottak. Hangulatos dallamvilág, rendkívüli energiaátvitel és a zene végtelen szeretete jellemzi a Besodrom zenekart. A hazai világzene képviselőjeként számon tartott együttes legutóbb Baján koncertezett. A szélsőséges időjárás miatt az előadást a Városi Színházteremben tartották meg. A zenekar frontembere Pertik Ádám elmondta, az együttestől kis egy távol áll a zárt térben való koncertezés, így egyfajta kihívásként tekintettek a színházteremben való fellépésre. A zenekar 18 éves fennállása óta számtalan slágert készített már. A koncerteken emiatt nehezen választják ki az elhangzó dalokat. Mindig úgy választjuk a dalokat, az a fontos, hogy tetszik-e nekünk, illetve hogy van-e olyan ötletünk még hozzá, ami tetszik, és hogy a kettő együtt is tetszik-e. Gyakorlatilag más szempont nem szokott játszani. Egy kivételt tudok mondani, de amikor én még kisrác voltam, című illésszámnak a feldolgozása, azt felkérésre készítettük. Soha nem próbáltunk annyit, mint azt a számot, tehát hogy nem adta magát könnyen, és ez a tapasztalat is arra sarkalt minket, hogy akkor kezdjünk bele valamibe, hogyha nekünk van töltés benne. Pertik Ádám szerint a zenekar megalapításakor is hasonló célok és szempontok vezérelték őket. Mint mondta, 18 évvel ezelőtt csupán annyit szerettek volna elérni, hogy valamilyen formában összehangolják azt az egymástól eltérő zenei világot, amelyben felnőttek. Így született meg a Besodrom zenekar, amely egyszerre tartalmazza a magyar népzene motívumait, valamint a balkáni és a közel-keleti dallamokat. A zenekar a megalakulás óta koncertezik itthon és külföldön egyaránt, a közönség visszajelzései pedig minden fellépésen eltérnek egymástól. Pertik Ádám elmondta, az eltelt évek alatt találkoztak meg kevésbé lelkes hallgatósággal is. A többség azonban mindig elégedetten távozott a koncertekről. Felmentünk Csehországba, Pardubicébe, egy nem túl nagy cseh városba, és az első szám után olyan buli kezdődött, hogy csak úgy nézett az egész zenekar, hogy mi van, ráadásul pont az előtte lévő nap egy annyira erős kontraszt volt. De egyébként ez a nem táncolás, az inkább Németországban szokott előfordulni, de úgy is, ott is úgy, hogy mondjuk az utolsó három számra már nagy a buli, és táncolnak, és akkor vége van a koncertnek, és akkor oda jönnek, és mondják, hogy miért játszottunk ilyen keveset. A Besodrom zenekar gyakran dolgozik együtt vendégművészekkel. Baján ezúttal olyan előadót választottak, aki közel áll az együtteshez. Szalóki Ágnes a formáció 1999-es megalakulását követő 6 évig volt aktív tagja a közösségnek, így mindig örömmel tér vissza egy-egy fellépésre. Nagyon kötődöm ezekhez a dalokhoz, nagyon-nagyon sok jó élményem kötődik ezekhez, hiszen ezekkel a dalokkal töltöttem a fiatalságomat, és utaztam végig az egész világot. Sokat
változott azóta a világ, amióta elindult ez a zenekar. Jó kedvből és nagy lelkesedéssel indult ez a zenekar, és nagy sikereket ért el Magyarországon és külföldön is, de soha nem szállt el velük a ló, és mindig szellemiségben hűek tudtak maradni a zenekar tagjai és vezetői ahhoz a világhoz, amely tradíciónak a zenéjét játszották, és játsszuk ma este is. A zenekar tagjai minden alkalommal örömmel fogadják a vendégelőadókat, Ágival is szívesen játszanak együtt. Az énekesnő évekkel ezelőtt vált kezd együttesből, hogy szóló karrierbe kezdjen. A közös koncerteken ennek ellenére nyoma sincs a külön töltött éveknek. A tagok rengeteg időt töltenek együtt, az eltelt évek alatt pedig szinte egy nagy családdá kovácsolódtak össze. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy valóban akadnak rokoni szálak a zenekaron belül. Pettik Ádám a Besodrom egyik alapító tagja, és Barca Gergő a zenekar fúvósa, ugyanis sógorok. A zenészek elmondták, már jóval azelőtt ismerték egymást, hogy rokoni kapcsolat alakult volna ki köztük. Sosem volt tök egyszerű együtt dolgozni, de az gyanús is. Tehát, hogyha mindig mindenben mindenki egyetért, akkor szerintem valami probléma van. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez hozzátartozik a kritika, az, hogy nem minden ötlet tetszik neki, vagy nekem, vagy szóval, hogy ez egy normális munka folyamat. Hát ez biztos, hogy a Gergő és köztem nyilván van egy sokkal erősebb kapocs, mint gyakorlatilag bárki más a zenekarban. Szerintem ez alapvetően ez előny. A zenekar egy viszonylag laza és nyugalmas éven van túl, hiszen a nyáron több koncertjük is volt, ennek ellenére nem szakadtak meg a sok munkától. Az előadók titkon örültek a rendelkezésükre álló szabadidőnek, hiszen ezáltal lehetőségük nyílt új dalok és egy új lemez megalkotására. Voltunk a Szigeten, meg Ördögkatlan, meg mindenféle ilyen jó helyeken, de nem szakadtunk meg szerencsére. Az azért nem annyira. Viszont így volt időnk új számokat csinálni, meg tehát így decemberben ugye adtunk egy lemezt, egy EP-t, tehát egy 4 számos lemezt. Azt csináltuk előtte, gyakorlatilag nyár végétől, sőt már nyár közepétől. Na jó kis évünk van, így a nagykorúság betöltése, azt hiszem, hogy jól sikerül. A Gyűjtmenti Táncok címet viselő EP-n, vagyis középlemezen olyan dalok szerepelnek, amelyek stílusukban hasonlítanak a korábbi Besodrom slágerekhez, mégis kisé eltérnek azoktól. 4 vadonatúj szám van rajta, besodromos, de van azért egy kis különbség ahhoz képest, amiket eddig csináltunk, egy kis változás van, tehát nem ilyen teljesen klasszikus besodrom számok vannak rajta, talán egy olyasmi van. Egy kicsit bluesosabb, rockosabb talán, mint amit mi úgy alapvetően szoktunk csinálni, de ez nekem nagyon tetszik. És céltudatos volt az a választás, vagy az ilyen érzésből jött? Ugyanúgy születtek a számok, mint eddig, tehát hogyha valamit tetszett, akkor azt valaki földobta, hogy mi lenne, ezzel kezdenünk valamit, hogyha volt hozzá ötlet, akkor belekezdtünk, gondozgattuk, és akkor egyszer csak volt megint egy új számunk. Tehát gyakorlatilag ugyanazt a munkamódszert csináltunk, nem találtuk ki, hogy most ez akkor legyen más, hanem az úgy jött közben, hogy akkor milyen jó lenne, hogyha ez kicsit ilyen, ha már ilyen blúzos, akkor tényleg blúzos legyen, és mondjuk gitárszóló legyen benne, mondjuk a mi lemezeinken nem sok van. Van, de szerintem ennyire karakteres, mint most. Hát így. A Besodrom természetesen nem elégszik meg a 4 új slágerrel. A jövőben további dalok alkotására törekszenek. Pettik Ádám továbbá egy régi álmát is megosztotta velünk. 2007-ben két német zeneszerző kitalálta, hogy a bizonyos Besodrom számokhoz ők szeretnének nagy zenekari kíséretet írni, meg új részeket, és ez meg is történt, és 2008-ban volt egy koncert, ahol egy 8-10
ilyen besodrom számot játszottunk, úgyhogy mögöttünk egy teljes klasszikus zenekar, karmester, minden, ami kell, és elképesztően jó szólamokat, meg tök jó ötleteket írtak, de ez egy nagyon nehéz dolog ezt színpadra állítani, tehát ugye kell hozzá egy komplet, majdnem egy komplet szimfonikus zenekar, ezek az eredeti kották, szóval, hogy ez nem egy, ez elég nagy falat, de nagyon szeretnénk ezt egyszer most, mert ez Pozdamban volt, tehát Magyarországon sosem volt még műsoron, és azt szeretnénk, hogyha itthon is lehetne egy ilyen koncertet csinálni. Ennyi volt már az Egy Húron. A műsort visszanézhetitek az interneten, a www.bajaitelevizio.hu weboldalon és a TV YouTube csatornáján is. Az adást készítő kollégáim nevében is köszönöm a figyelmeteket. Sziasztok!